Szép jó estét kívánok mindenkinek! Mint arról a mai dunántúli naplóból is értesülhettek, adásaink időpontja megváltozott. Ezentúl 18 óra 30 perckor kezdjük műsorainkat, hogy miért. Volt, aki azt kérte, hogy 6 órakor kezdjük. Volt, aki azt, hogy 7 órakor. Mi úgy gondoltuk, hogy a középutat kell választanunk, se a 6-ot, se a 7-et, legyen belőle fél hét. Tehát fél hét. Aztán még egy-két újdonság, amire fel kell, hogy hívjam a figyelmüket. Bizonyára észrevették már, hogy adás előtt egy fél órával már egy kis beállító ábra szerepel a képernyőjükön, amiben szemfigyelemmel kísérhetik az időmúlását, és ebben olvashatják a képújságot, a műsorokat, az Apáczai Nevelési Központ Művelődési Házának program ajánlatát, és egy-két ajánlatot, műsorajánlatot is még. Ma, aki ezt a kis előzetes fél órát figyelemmel kísérte, azt is észrevehette, hogy rajzfilmek is szerepeltek ebben a fél órában. Nem véletlen. Ezeknek a rajzfilmeknek a helyét idővelmi hirdetésekkel szeretnénk kitölteni. Tehát lehetőséget kínálunk a betűújságon való hirdetésre, és hogy kiknek is. Magánszemélyeknek, de hát hadd mondjam meg, hogy ennek bizony ára is van. Tehát magánszemélyeknek laponként, oldalanként 40 forintért, kisiparosoknak és intézményeknek, vállalatoknak laponként, oldalanként 250 forintért. És akkor nézzük, hogy a mai műsor mi mindent kínál. A műsorismertetés után először a Kertvárosi Híradó jelentkezik. Ebben többek között a november 7-i ünnepségekről számolunk be, az október 30-ai tanácsülésről, az új útátadásról, egy új ABC-ről, lesz benne egy születésnapi köszöntő, a Kertvárosi 7-es ütem lakóterepének átadásáról, 10 emeletes épületek átadásáról is beszámolunk, valamint a BÉV technikai oktatóegységének szintén hamarosan sorra kerülő átadásáról. A végét sporttal zárjuk a híradónak. Ezután a gyerekeknek közlekedési műsorral kedveskedünk, és egy-két kérdéssel, amire természetesen várjuk majd a válaszokat, de nem telefonon. És akkor itt hadd mondjam el, hogy egyébként adásidő alatt a telefonszámunk a 41820, és az antenna ügyelet telefonszáma a 10262. A gyerekeknek szóló közlekedési műsor után az áruházak ajánlata következik, majd az Apáczai Nevelési Központ kis mozaik műsora és mese. Ezután körülbelül 20 perces időtartamban számolunk be az október 30-ai tanácsülésről,
Majd 19 óra 40-kor kerül sor arra a színes magyar kalandfilmre, amit bizonyára már sokan várnak, a címe Kísértet Lublón. És akkor most a hírek. Jó estét kívánok, kedves nézők! Gondolom azoknak, akik már régebben figyelik, kísérik figyelemmel adásunkat feltűnt, hogy a híradó ezúttal a megszokottnál kicsit később, kicsit korábban jelentkezik. Ennek azért volt szükség, mert a közösségi televízió műsorrendje olyan, hogy nem tudtuk fix, állandó időpontot, kezdési időpontot biztosítani a híradónak. Szeretnénk a jövőben mindig ilyenkor az adás elején jelentkezni információs műsorunkkal. Reméljük, hogy az elképzelésünk az önök tetszését is elnyeri majd. A megye és a város politikai, állami és társadalmi szervezeteinek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait az emlékmű. Ezen a napon a pécsi köztemetőben is megemlékeztek a nagy októberi szocialista forradalom évfordulójáról. A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában a nagy októberi szocialista forradalom 69. évfordulója tiszteletére díszünnepséget rendeztek. Rákos János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Pécs Városi Bizottságának titkára mondott ünnepi beszédet. Kérem, most nézzék meg ennek rövid részletét. Jelképé kristályosodnak a történelmi folyamatok. Jelképé és harci programmá egy-egy dátum, amely a történelem időrendjében szilárdon áll, tanulságokat hordoz, bátorít és lelkesít, átível évtizedeket és évszázadokat, jelzi egy folyamat végét és egy születő új nap a kezdetét. 1917. november 7-e az emberiség történelmének ilyen sorsfordító eseménye. Jelentősége az idő múlásával nőttön nő. Világszerte mind többen tudják, hogy mit adott az emberiségnek a szocialista forradalom. Mi építjük fel hazai csókodat? A csirából indulat. Mi növeljük a fénybe a pár. Mi a győzelmi dalba fogadjuk. Induljunk, éljünk. A fény nevében, hazánk nevében esküszhetünk. Az élet nevében halottainknak így esküszünk. Mi zengjük végig apáink elnémult dalait, mi építjük fel apáink csomagkőfalait. Pécs megyei városi tanácsa 1986. október 30-án a tanácsháza nagytermében ülésezett. Piti Zoltán tanácselnök megnyitó beszéde után a napirendi pontok következtek. A tanácskozás két legfontosabb a lakosságot is érintő témája, Pécs város felnőtt lakosságának egészségügyi állapota, illetve a város tömegközlekedésének forgalomfejlesztési és hálózatmódosítási terve. Adásunkban 4-1-8 körül részletesen is foglalkozunk e két közérdekű kérdéssel. Stúdiónk vendégei dr. Szilasi Anna, az Egyesített Egészségügyi Intézmények igazgatója, és Gyuris Gábor, a Pannonborán személyforgalmi osztályvezetője. Új közútját, az 57-es és 58-as főközlekedési utakat összekötő Kanizsai Dorottya utat avatta fel pénteken Lukács János, az MSZMP Baranya megyei bizottságának első titkára. Az új út lehetőséget nyújt a Mohácsi úti vasúti átjáró kikerülésére. Emellett tehermentesíti a túlzsúfolt belvárosi tranzit útvonalakat is. A 80 millió forintos beruházás rekordidő 8 hónap alatt készült el.
Új ABC áruházat adtak át az elmúlt héten Wolf kert. Mint az áruház vezetői elmondták, igyekeznek olyan áruválasztékot biztosítani, hogy a környéke lakóknak közszükségleti cikkekért ne kelljen a belvárosba utazni. Ma Réka napja van. Mint a dunántúli napló mai számában önök is olvashatták, e név viselői csak 1967 óta ünnepelhetik hivatalosan is névnapjukat. Minden esetre szívből gratulálunk nekik. A most következő filmbejátszás egy születésnap ürügyén került adásunkba. 1986 tulajdonképpen az ön életében az évfordulók éve. 35 éve van a tanácsi munkában, idén lesz 60 éves, 15 éve megyei tanácselnök. Mindezek ismeretében hogyan képzeli a jövőt? Nem is. Hogyan képzeli el a következő éveket? Nem is raktam össze magamba. Jó, hogy emlékeztet, hogy az évforduló éve ez számomra. Jövő? Hát rá kell készülni arra, hogy tisztességgel elmehessek. Ez nem lesz könnyű próbatétel számomra. Mert azért ez a tanácselnöki tiszte sok minden olyannal is járt. Mondjam úgy, hogy a hatalom sok minden olyannal járt, ami később nem lesz meg. És anélkül azt hiszem nem lehet jól megfelelni. Szóval nem találja az ember a helyét. Kell lenni azért valaminek, amiért föl kell a nap. Valamit tenni kell. Ezt én nem tudom elképzelni, hogy most elvágjuk ezt az életpályát. Úgyhogy ettől kezdődően nekem ne legyen valahol szeretem a közösségben. Nem a közéletben. Alig hiszem, hogy a rangolna ebben az érdekes, az egészség mindenek előtt. Mert azt, ha megvan a többit, már összekaparja az ember. Jó egészséget kívánunk Horváth Lajosnak, Baranya megye tanácselnökének. A filmrészletet egyébként a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójának Horváth Lajosról készített portréfilmjéből láthatták. És most más. Miként a teniszben a hetedik gém, a házasságban állítólag a hetedik év a kritikus, kíváncsiak voltunk, hogy a kertváros építésében a hetedik ütem tartogat-e valami meglepetést. Néhány perccel ezelőtt kapta meg a kulcsot. Milyenek az első benyomások itt az új otthonban? Hát nagyon jók és kellemesek. Nagyon tetszik a lakás. Voltam már előbb is, itt megnéztem, úgyhogy meg vagyok elégedve mindennel. Kivitelezés mennyire tökéletes? Kivitelezés? Hát megfelelő. Lényegében ahhoz képest, hogy milyen rémhíreket hallottam azelőtt, hogy adják át, milyen hibákkal. De különben nem fedeztünk fel amúgy semmit. Elnézést, látom már, igen, kezdenek is beköltözni. Igen. Milyennek? Ennyire sürgős volt? Sürgős volt, még nincs sajnos időnk fel is. Kevés szabadság. Hol laktak korábban? Hát eddig Gyöngyfán. Úgyhogy hát messze, 30 kilométerre. És ide jártak? És ide jártunk dolgozni, igen. Hallom őszintén, mi elég nehezen tudtuk megközelíteni a házat. Igen, itt a könyvekkel még nem lesz nagy baj, igen, de ha a bútorokat kell hozni... Hát meg fogjuk oldani, mert behozzuk kézbe, más nem. Mert hogy út nincs? Persze, hát most építik itt kint előttünk is még, úgyhogy jövő dolga még egy-két éve beletörünk, mert rend lesz. Egy házi asszonynak fontos dolog a bevásárlás. Igen, és azt meghallottuk, hogy nincsen ABC, csak bent a városba tudok bevásárolni, mert elég messze van innen az ABC. Úgyhogy hát mindegy, megoldjuk valahogy. Van benne minden, ami kell? Én úgy nézem, hogy szerintem meg. Már ez nem tudom, hogy miben szerintem meg. Hogy vannak megelégedve? Hát, az új otthon kivitelezésével. Hát ahogy megnéztük délelőtt eddig, még semmi különöset nem találtunk, ami úgy annyira. Csak az, hogy még nincs meleg víz és nincs áram. Azt mikor ígéri? Nem tudták. Mindenkit megnyugtathatok, amit eljöttünk az építkezésről, volt már meleg víz és áram is. Mint korábbi adásunkban arról beszámoltunk, a BIF felvonulási épületéből technikai oktatóegységet alakítottak ki. Ez az egység most véglegesen elkészült, s pénteken kerül átadásra. Hétfőtől a tanítás is megkezdődik az épületben. Hétfőn
Hétvégén a pécsi városi sportcsarnok adott otthont a Szopiana Kupa nemzetközi férfi kézilabda tornának. Most amolyan gólparádét láthatnak a torna záró mérkőzésének, a Magyarország-Lengyelország találkozónak utolsó perceiből. A tornát és ezt a mérkőzést is, mint tudják, a magyar válogatott nyerte. Még mindig sport, csak egy kicsit síkamlósabb. A közelmúltban megalakult a Magyar Sízők Egyesülete, amely célul tűzte ki, hogy összefogja, támogatja, fejleszti a hazai amatőr símozgalmat. A hétvégén az Apácai Nevelési Központ ad majd otthont az Egyesület első országos rendezvényének. Ennek kapcsán járt városunkban Korcsog András államtitkár, a Magyar Síelők Egyesületének elnöke. Miként a világon mindenütt Magyarországon is egyre nő a sísport kedvelőinek száma. Mégis a népszerűség további terjedésének okát sokan abban látják, hogy Magyarországon kevés a síelésre alkalmas terep, magyarán kevés a hó. Akkor, amikor ez az egyesület megalakult, én magam is hihetetlennek tartottam azt a számot, amit Magyarországon az amatőr sízők létszámának most már megalapozottan tartanak és becsülnek. Ez a szám 400-450 ezer. Annak ellenére, hogy rossznak tartják a viszonyokat. Az igazság az, hogy Magyarországon a sízésre alkalmas időszak 60, illetve 9 nap, 90 nap között van. Akkor, hogy a sízést a teljes, szélesen övett téli sportok kategóriába tekintjük, és nem csak az alpesi sízésed és a hegyekhez kötjük ezt. Furcsa ellentmondásnak tűnik, hogy a Magyar Sísport Szövetség mellett most egy újabb országos szervezet, a Magyar Síelők Egyesülete is megalakult. Mi a célja ennek? Az egyik egy szövetség, amelynek alapvető feladata az, hogy a versenysportot irányítsa és vezesse. Az itt tömörülő sportolók száma nagyon kevés az előbb elhangzott számhoz képest, mindössze néhány százra tehető. Ennek az egyesületnek szintén az a célja, hogy a már említett 400-450 ezer közötti létszámú amatőr sízők érdekeit próbálja képviselni, az alapvető kérdéstől, az oktatástól kezdődően az intézményes sízés lehetőségeinek megteremtéséig. Nem kis feladat, egészen bizonyos, hogy hosszú távú feladat. A Magyar Sízők Egyesülete első országos rendezvényét most a hétvégén itt Pécsett tartja. Miért pont itt? Nincs véletlen dolog a világon, pontosabban nagyon kevés. Szánszándékkal keresjük azokat a helyeket, ahol ennek a szép téli sportnak már vannak hagyományai, és ezek közé tartozik Baranya megye, konkrétan Pécs is. Éppen a mai napon lesz szerencsénk egy itteni közösség megalakulásán is részt venni, és ennek a hétnek a végén tartja a egyesületünk első országos rendezvényét éppen itt Baranyában, Pécsett, a Magyar Sízők Egyesületének napjait, ahol síbőrzétől kezdődően érdekes találkozásokig és programokra nyílik majd lehetőség a hétvégén a pécsi Baranya megyei embereknek, dolgozóknak. Szombaton és vasárnap tehát 10-től 18 óráig várják a síelni vágyókat az Apácai Nevelési Központban. Itt többek között különböző kereskedelmi vállalatok mutatják be kínálatukat. Emellett kedvezményes sítúrákra lehet majd jelentkezni az utazási irodák pultjainál.
a triási felszereléseiből mintadarabok alapján előleg befizetése mellett lehet rendelni. Természetesen lehetőség nyílik belépni is a Magyar Sízők Egyesületébe. És végül egy közlemény. 30 éves osztálytalálkozót szervez az 1956-ban végzett 8. C osztályos tanulóknak, akik a pécsi Petőfi Cellai Általános Iskolában jártak. Kérik az osztálytársak jelentkezését a 28023-as, még egyszer 28023-as telefonszámon 17 óra után. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Természetesen okosan közlekedek, hogy is tenném másképpen. Nem azért mondom, de az intelmeid kezdenek már itt kijönni. Én inkább attól félek, hogy itt jönnek ki. Itt mennek be, és itt mennek ki. Nem így van? Mire alapozod ezt a feltétésedet, ha kérdenem szabad? Apró megfigyelésemre. Úgy szólván semmiség az egész, de láttalak a múltkor. Mi meglepő! Azt hiszem, elég alkalmad van rá, hogy láss. Igen, de te éppen a kerékpárodon ültél. Cseppet sem ritka helyzet. Igen, de te rakétasebességgel igyekeztél leelőzni egy zsigát. És nem sikerült? Betét tönkre. Néha azt hiszem, teljesen hiába beszélek itt neked közlekedésről, biztonságról, óvatosságról. Dehogy is hiába. Egyáltalán nem mond, csak nyugodtan. Már megszoktam. Hát persze. Én beszélek, de meg felülsz a gépre, aztán 5. sebesség, plusz vésztartalék. Mi? Hová gondolsz? A múltkor, amikor előzni láttál, egy kicsit el voltam késve, de akkor is teljesen szabályosan előztem. Mégpedig hogyan? Hát először is nem zavartam a szembejövő forgalmat, ugyanis semmi sem jött velem szemben. Aztán? Aztán a hátam mögött sem akart előzni engem senki. Nem jelzett előzési szándékot, nem kezdett előzésbe. De ha előzni akart volna téged egy jármű? Akkor természetesen szorosan az út szélén maradok. Miért? Miért? Mert ketten egyszerre nem előzhetünk. Én az előttem haladót, a mögöttem haladó engem, esetleg azt meg egy harmadik. Az egész útestet elfoglaltuk volna, mint valami díszmenet. Vagy inkább gyászmenet. Hát igen, veszélyes is lenne, de hiszen látod, hogy tudom. Helyes. Mire ügyeltél még? Az előttem haladó zsiguli, az, amelyiket előzni akartam. Hát az se akart előzni senki. Mert ha előzésbe kezdett volna? Hát akkor ugye persze nem előzhettem volna, mert hip-hop megint csak kész az utca teljes szélességét elfoglaló díszmenet, s a szemben jövő forgalom a házfalakhoz lapulva oldaloghatott volna el mellettünk. Jó. Tehát téged se akart senki előzni. Az a járműsé jelzett előzési szándékot, amelyiket te akartad megelőzni. Úgy van. Tehát kinyújtottam a karom, jeleztem az irányváltoztatást, és előztem. A kötelező oldaltávolságot is megtartottam. A megelőzött jármű és köztem meg volt oldalt a legalább 1 méter. Jeleztem a visszatérést. Egy szóval láthatod, hogy teljesen szabályos volt az előzésem. Ho-ho-ho-ho! Valamiről elfelejtkeztél, barátocskám. Elfelejtkeztem volna? Várj csak. Nézzük még egyszer. Nem zavartam a szembejövő forgalmat, ez egy. Meggyőződtem arról, hogy nem akarnak engem előzni, ez 2. Az a jármű sem akart előzni másik járművet, amit én akartam előzni, ez 3. Jeleztem, megtartottam az oldaltávolságot. Mit hagytam ki, te jóságos tejfeles pohár? Mindenre valóban ügyeltél. De... De...
te besoroltál a Zsiguli elé, és annak a vezetője képtelen volt lassítani, hogy el ne üsse. Hiszen úgyis csak tannogott, valami házszámot kereshetett, vagy mit? Az előzés befejezése után a megelőzött jármű elé. Csak annak zavarása nélkül térhetsz vissza. Erről megfeledkeztél. Nem kényszerítheted fékezésre, lassításra, megállásra, vagy hirtelen irányváltoztatásra. Világos? Világos, világos! Tehát ott a hátam mögött úgy éreztem, hogy nagyon lassan megy. Én meg siettem, egy szóval. Egy szóval, csak akkor előzzünk meg egy járművet, ha biztosak vagyunk, hogy a mi járművünk a gyorsabb. Hát akkor én csak egy útszélén valahogy a lukost, vagy valami kötélen vezetett borjút előzhetnék meg. Az nem előzés. Az előzésnél az előzött jármű is halad. Ha azonban az úttest menetirány szerinti jobb oldalán valami akadály áll, például egy jármű, vagy az útépítők munkaterülete, vagy az akadály igen lassan halad, mint például a gyalogos, vagy a vezetett állat, akkor nem előzésről, hanem kikerülésről beszélünk. Fogadjunk, hogy tudom, miért hívják ezt másként. Halljuk? Hogy nekem egy-két szabállyal többet kelljen megjegyeznem. Igazam van? Nem kell megijedni. A kikerülésre vonatkozó szabályok nagyon hasonlóak az előzés szabályaira, vagyis... Vagyis a kikerüléssel nem zavarhatom a szembejövő forgalmat. Úgy van. Meg kell győződnöd, a kikerülés előtt nem kezdette előzni téged egy más jármű. És egészen biztosan be kell tartani az oldaltávolságot. Ez természetes. Csak azt nem tudom, kell-e jeleznem a karommal? Ha a kikerülés irányváltoztatással jár, akkor kell. No, és merre kell kikerülnem, jobbra vagy balra? Általában balra. De ha a kerékpároddal elférsz a jobb oldalon, onnan is kikerülhetsz. Legegyszerűbb a dolgot, ha az akadályon kikerülési iránytábla van. Az megmutatja, merre kell haladnod. Az előzésnél viszont neked kell tudnod, mikor szabad jobbról is előznöd, mikor előzhetsz csak jobbról, és mikor tilos előznöd egyáltalán. Tudod mit? Erről majd leközelebb. Fel a fejjel! Nincs olyan telítömött macska agy, amiben egy-két újabb szabály bele ne férne. Kedves nézők, kedves gyerekek, hadd mutatom be Horváth Lászlót, akinek annyi titulusa van, hogy én tulajdonképpen bele sem merek kezdeni. Hát legalább a közlekedéssel kapcsolatosakat elmondanám. Is, mint a Baranyai Törőgárda parancsnokaként szerepelek itt, valamint a Városi Közlekedés Biztonsági Tanács mellett működő Ifjúságnemzeti Bizottság munkatársa. Ebben a bizottságban milyen jellegű munkát végeztek? Elsősorban az iskolák, intézmények közlekedésre nevelésének segítésével, a közlekedési szakreferensek felkészítésével, valamint a pedagógus önkéntes rendőri csoport működésével foglalkozunk. Mi a legutóbbi adásunkban bemutattunk egy útérő közlekedési őrset is, akik társaiknak segítenek a zebránál reggelent az iskolába menet. Ez is hozzátok tartozik? Természetesen, itt a gárda tevékenységre hívnám fel a figyelmet, hiszen ez a szakág egyik legjelesebb és legerőteljesebb képviselője, mint a városi, mint a megyei úttörő gárdának, ahol a úttörő közlekedési rendőrökként szerepelnek ezek a pajtások a város frekventált pontjain, iskolák környékén. Hát persze, miután gyerekekről van szó, nem csak munka van, hanem játék is, méghozzá játékos versenyek, és egy ilyenen jártunk nemrégiben a kameránkkal is. Kérem, hogy most nézzük közösen ezt a filmbejátszást, és kommentált, hogy mi mindent kell itt a gyerekeknek tudniuk, mi mindent kell teljesíteniük. Egy ködös november 1-i szombaton zajlott le a Városi Nemzetközi Iskola Kupa döntője. Ezen a versenyen a pajtások kerékpáros ügyességi
feladatokat hajtanak végre, amit a képen is ezt látjuk. Elméleti tesztet kell megoldaniuk, valamint szabályossági versenyen vesznek részt. Ez a szabályossági verseny mit akar? A szabályossági verseny, nem azt látjuk most egyébként a képen, a közlekedési park, illetve hát megfelelő módon felépített pályán kell végighajtani a gyerekeknek a közlekedési szabályok betartásával. Ezen a felvétel, amit éppen most látunk, a kerékpár használatával járó feladatokat kell megoldani. Itt láthatjuk azt, hogy ki mennyire ura a kerékpárnak, mennyire biztosan kezeli a első hátsó féket. Nem időre megy itt a verseny, hanem hibapontra. Nagyon nehéz egyébként a feladat, rutinos kerékpárosoknak is ez megoldani. Igen, hát én azt hiszem, hogy bizony sok felnőtt, ahogy nézi most ezeket a képeket, bizony meggondolná, hogy vállalkozna egy ilyen akadálypálya leküzdésére, mert valóban nagy jártasságot igényelhet. Mint a nevében is benne van, Nemzetközi Iskolakupa verseny, felmenő rendszerű verseny. Ahogy említettem, városi döntőről volt, illetve van ezen a felvételen sor. Ezt megyei döntő követi, majd országos verseny és egy nemzetközi verseny fejezi be az évi programot. Persze látom, azért itt is előfordul hiba. A fiúk vagy a lányok ügyesebbek? Érdekes módon a versenyi statisztikáját figyelve a kisebb lányok ügyesebbek, nyugodtabbak talán. Itt pedig, ha jól látom, már az elmélet, ugye? Igen, személyre szólva mindenkinek egyénre kell megoldani egy tesztlapot, minden évben új feladatokat kapnak a versenyzők, és ezt értékelik a kitöltés után. Hát én már most elárulom a kertvárosi gyerekeknek, hogy rövidesen egy hasonló tesztlapot kell majd kitölteniük, úgyhogy amíg a film utolsó kockái peregnek, kérem, hogy mindenki szaladjon papírért, ceruzáért, mert bizony ilyen hasonlóakat fogunk mi is rövidesen mutatni, hogy majd a közösségi televízió fiatal néző gyerekei is nyerhessenek a közlekedés biztonsági tanács által felajánlott díjak közül valamit, ami a szokásos módon 500 forintos vásárlási utalvány lesz, amelyet azonban kizárólag a gyerekek céljaira lehet fordítani, tehát papák, mamák ne segítsenek, gyerekek játszanak. No, hát ez az a vizsgalat, amiről beszéltünk, és találomra kiválasztottunk egy pár kérdést. Három feladatnál Laci bácsi a gyerekek fel fogja mutatni azt a közlekedési jelzőtáblát, amit fel kell ismerni, ugye? Három lehetséges válasz lehetőség van, ahogy ezt az iskolából már a tesztrendszerben nagyon jól tudjátok. A három válasz közül természetesen csak az egyik lesz majd a helyes, és ennek a betűjelét kell majd elküldeni hozzánk, mert ezúttal nem telefonon kérjük a helyes válaszok beküldését, mert többen megróttak bennünket, hogy a telefonnal rendelkezők előnyben vannak, hanem majd postán kell elküldeni címünkre a helyes megfejtéseket. No, hát akkor kezdjük az első táblával, amihez rögtön jön három lehetséges válasz lehetőség. Az A válasz úgy hangzik, hogy na végre ez egy kerékpárút. B válasz, de jó, hogy kerékpárral vagyok, nyugodtan karikázhatok. C válasz, szegény motorkerékpárosok tolhatják, vagy mehetnek gyalog. Tehát ez a három válasz lehetőség. Még egyszer nézzük meg alaposan a táblát. Ez volt tehát az első kérdés. Következzék a második. Egy feltételezett szituációról van szó. Útközben találkozol egy osztálytársaddal. Szeretnétek egymás mellett haladni a kerékpárjaitokkal, az alábbi helyek közül hol tehetitek meg ezt? A három válasz lehetőség A. Az útpatkán, B. A leállósávon, C. A járdán. Tehát ez a három válasz lehetőség van. Itt láthatjátok még egyszer a képernyőn, útközben találkozol egy osztálytársaddal, szeretnétek egymás mellett haladni, hol tehetitek meg? A három válasz lehetőség közül egy a helyes. És akkor most jön az a tábla, amit Laci bácsi az előbb olyan lelkesen mutogatott nektek. Most kell kitalálni ennek a jelentését, nevezetesen a válasz. Gyermekintézmény következik, gyermekek megjelenésére számíthatunk. Gyermekek ennél a táblánál gyerekek úttestre lépésével fokozatosan számolni kell. Ez volt a B válasz, és a C kijelölt játszótér. Még egyszer nézzük meg a táblát.
Ez volt tehát a harmadik kérdés. A negyedik az megint szöveges feladat. A piacon megkér egy idős néni, hogy kerékpárodon tolja egy zsák szalmát a lakásáig. Megteheted-e? A válasz. Igen, ha a személyes vagyon biztonságot nem veszélyeztetem. B. Csak akkor, ha a kormányra nem kell ráfektetnem. C. Nem, mert kerékpáron csomag csak a csomagtartón szállítható, és nekem az nincs. Ez volt tehát a negyedik kérdés és a három válasz lehetőség. És végül még egy tábla. Azt gondolom ismerősebb, többet látjuk. És a három lehetséges válasz lehetőség hozzá. A. A kötelező megállás helye. B. Persze, megadom, de nem biztos, hogy megállok. És C. A veszély jelképe meg kimaradt. A három állítás közül az egyik helyes, ehhez a táblához. Erre az öt kérdésre várjuk tehát a helyes válaszokat, mégpedig a következő címre. Kertvárosi Közösségi Televízió, 7601 az irányítószám. Ebből kiderül, hogy Pécse. Posta fiók 197-es. Tehát még egyszer, Kertvárosi Közösségi Televízió, 7601, Pécs, Posta fiók 197-es. Nagyon kérek mindenkit, hogy a borítékra szíveskedjék ráírni, gyerek kressz. Köszönöm szépen Horváth Lászlónak, hogy segédkezett nekünk, és most még egyszer Cicus és Kutyus. Na, így jól. Én csak... Nem, mégse. Azaz, hogy így se jó, mert ott jön be, akkor... Látszik, hogy nem volt számhúzó kutya a családunkban. Na, végre. Igazi meglepetés lesz. Híha! Te velős csontok legszavatosabbika! Mindjárt itt hol lesz, és nekem még a táplákat is ki kell helyeznem! Így, ide, ez a pompás, kész is! Csak nem! Lehet, hogy nekem megállt a tudósok szabály, meg magolás! Híha! Ennek feles a tréfa. Na jó, értem. Itt tilos megállni. Na, megyek is. Kötelező haladási irány, jó? Komolyan, már hallottam olyasmit, hogy valakinek megártott a túlsa. Na, tessék. A fürdőszobába meg mindkét irányból tilos behajtani. Miért csak ez hiányzott? Szeretném tudni, mit csinálnék, ha valami kis dolgom akadna ott. Megfordulni tilos. Jól van, nem is akarok megfordulni. Sejtem már, hogy nem is nekem ártott meg az a sok szabály, hanem valaki másnak. Ez meg mi? Igazán szép, nagyon köszönöm. Hogyan indulsz el kerékpároddal az útegy széléről? Ó, nézd, jobb, ha most megmondod, mielőtt kicsomagolom. Szóval, ha rejtvény újsággal van tele az egész doboz, akkor inkább... Hová gondolsz? Rejtvény újság? Miket nem képzelsz? Szó sincs róla. Na jó. Hát először is megvárom az induláshoz alkalmas és biztonságos pillanatot. Elsőbséget adok minden más járműnek, jelzek a mancsommal, aztán indulok. Bonthatom? Bonthatod. Jó, de izgatott vagyok. Ó, hát ez egy másik dolog.
okos, kedves Cicus, mielőtt felbontod, stb. Hol közlekedsz a kerékpároddal? Te jóságos teljes pohár, hát hol közlekednék? Ahol kerékpárút van, ott azon. És ahol nincs? A leállósávon. Ahol az sincs? Ott szorosan az útteszi obszélén, mondhatom. Mondhatod. Borzasztóan csalódnék benned, ha nem egy újabb dobot kerülne elő. Te még sosem csalódtál bennem. Most sem. Kedves Cicus, hol kerékpározhattok a barátoddal egymás mellett? Egymás mellett? De hisz az, tudom már, általában csak egymás mögött egy sorban szabad kerékpározni, de kerékpárúton, ha a forgalmi viszonyok megengedik, nem tilos egymás mellett sem. De máshol? Máshol annál inkább tilos, hisz mondtam, mondhatom. Szerintem mi lesz benne? Na mi? Mit gondolsz? Micsoda? Meg fogsz letörni, de én már nem is sejtem, hanem tudom. Egy doboz lesz benne. Mit mondtam? Kedves Cicus, igazán aranyos, hogy mennyit fáradtál miattam. Jó, semmiség. No, olvasd, én is olyan kíváncsi vagyok. Hogy ki ne fúrja az oldaladat. Azt mondja, hogy választod meg a sebességet? Úgy, hogy biztonságos legyen a kerékpározásom. Na, elég ennyi, mert ha nem, akkor beszélhetek arról is, hogy számításba veszem, milyen az út felülete, nem jeges-e, meg azt is, hogy elég messzire látok-e, például nincs-e köd vagy sűrű eső, mert ha ilyesmivel van dolgom, lassabban taposok, mint egyébként. Szerintem egy vaskatyúja van lesz belül, és abban egy téli kabát gomb. Mi egy téli kabát gomb? Hát, kapusnak a gombfoci csapatom van. Jó, ne is tiltakozz. Látom, hogy ez nem jutott eszedbe. Tudod mit, felgyorsítjuk a dolgot, én már csak a válaszokat mondom. Rendben van. A lejtőn kézikékkel is, kontrával is fékezett. Nem engedem elszaladni a gépet, mert aztán majd annyira felgyorsul, hogy képtelen leszek megállítani. Nem ragadok rá az előttem maradó járműre, mert ha az hirtelen fékez, felmászom rá a kerékpárostól. Nem kapaszkodok semmire járműbe, kerékpáron ülve nem vezetek állatot, mert az élet veszélyes lehet. Általában elsőbséget adok útkereszteződésben a jobbról jövő járműveknek, balról érkező villamosnak, iránytól függetlenül a... megkülönböztetett járműveknek. Még egy. Hát sose lesz vége. Az előzés lehetőleg elkerülöm, mert veszélyes. Ha engem előznek, ügyelek, hogy az út egy szélénél maradjak, és ne imbolyogjak. Egyébként tévedtem. A téli kabátgomb csak ugyan túl nagy lenne ahhoz a csomaghoz, ami a végén maradni fog. A kerékpáromat tűzítedés után és rosszlátási viszonyok esetén kivilágítom. Kerékpáron szemét vagy oldalt kinyúló tárgyat nem szállítok. Hát ez lesz mi? Ó, jól megijesztett a kis öcsém. Jaj, de aranyos. Mi van a kezébe? Nézd csak meg! Megfeleltél az elméleti vizsgán, ügyes voltál az ügyességi pályán. Most már bátran mehetsz kerékpárral az utcára. Megkaptad a kerékpár vezetői igazolványt. Gratulálok! Köszönöm szépen, igazán köszönöm! Ráadásul, mától fogva a főútvonalon is kerékpározhatsz, hiszen betöltötted a 12-t. Gondolom, régen vártál erre. Hát igen, mit a hatás? Ezt meg legalább könnyen csendre inted, ha túl sokat ugrál. Nem igaz? De,
Hogy is, csak ugrál. Legalább mindig emlékezted arra sok mindenre, amit tőle tanultam. Nem volt nehéz dolgom. Ilyen tanítványt. Öröm volt tanítani. Nem utazunk sehova! Ne is ábrándozz! Vagy nyaralunk, vagy útort veszünk! Az nem biztos. Ha november 1-e és december 13-a között az ország bármelyik Domus áruházában 20 000 forint felett vásárol, sorsjegyet kap. Ha szerencséje van, videóton képmagnót, színes televíziót és több értékes ajándékot nyerhet. Fődíj, két személyes kubai nyaralás. Újra cseng az aranycsengő. Mint arról már híradónkból értesülhettek, az elmúlt hét keddjén ismét új ABC áruházzal gazdagodott Kertváros Malomvölgyi része. A Baranya megyei élelmiszerkereskedelmi vállalat legújabb egységét Pálmai Zoltán kereskedelmi igazgatóhelyettes adta át, és mondott egyben köszönetet az állami építőipari vállalatnak a jó minőségű és gyors munkáért. Az 557 négyzetméter alapterületű létesítmény kínálatáról az áruház vezetőjét, Juhász Istvánt kérdeztük. Ki kell emelnem először a zöldséggyümölcs választékot és az üdítő választékot. Egész évben, akár nyári, akár téli szezon lesz, 15-20 féle üdítő választékot tudunk biztosítani. Hozzá kell tennem, hogy mivel kiesik a városközponttól ez az üzlet, ezért minden olyan cikket, terméket biztosítunk, amit a vásárló akár napi, akár havi szükségletébe keres. A cukrásüteményt, hidegkonyhai terméket, nagy töltelékárut fogunk biztosítani, és iparcikkbe edényt, üvegárut, elemeket, és olyan termékeket is, ruházatot, gyermekeknek játékokat. Most a karácsonyi időszakra való tekintettel úgy készültünk külön, hogy az ünnepekre az ajándékozást is tudjuk biztosítani a vásárlók részére, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek. Bolt nyitvatartási ideje? A bolt nyitvatartási ideje nagyon kedvező. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 6.30-tól 19 óráig tart nyitva, szerdán 6.30-tól 17-ig és szombaton 6.30-tól 14 óráig lesz nyitva az üzlet. Ugye újdonságot láthattak az elmúlt néhány percben, hadd folytassuk még mindig újdonságokkal. Mátyás Judit kolléganőm arra vállalkozott, hogy egy kis mozaik műsort állít össze az Apácai Nevelési Központ programjaiból. Halljuk, Judit! Díszmadár és díszmacska bemutatót tartanak az Apácai Központban november 22-én és 23-án. Kellemes látvány nyújtanak a sokszínű vidám papagájok. A madarak megvásárolhatók a kiállításon, és az új tulajdonosok a helyszínen megtudhatják azt is, hogyan kell a kanárit énekelni megtanítani. Ez a madarakat sóvár szemmel néző szijámi cica több szépségverseny győztese. És itt van a másik nagy sztár, aki ugyancsak a kiállítás dísze. Most a szégyellős cicák ugyan elbújnak kamerák elől, de a bemutatón még találkozhatnak velük.
kiállítást 10-től 18 óráig tekinthetik meg az érdeklődők. A programot könyvárosítás és videófilmvetítés kíséri. Tombolán madarakat, diszmocskákat lehet nyerni. A tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is indul a nevelési központban a Népfőiskola. Két kurzus indul, az egyik Magyar Valóság címmel, a másik az Elevenek Népfőiskolája, melynek házigazdája Veszt László itt ő mellettem a stúdióban. Hallgassuk őt. A Népfőiskola az nem új program, tavaly már volt egy előadássorozatból álló népfőiskolai program. Ez többé-kevésbé hallódott. Bizonyos értelemben újítani kellett ebben a dologban, azért, hogy megfeleljen a hagyományos népfőiskolai dolgoknak, tehát annak, hogy ez egy öntevékeny, önszervező csoport legyen, amelyik a közművelődésnek azt a formát választja, hogy saját maga szabja meg, hogy mit szeretne közművelődni. Az Apáczai NEV Központ meghirdetett nyáron egy tábort, amin részt vett egy 8 fős csoport. Ez az előkészítő tábor azt a célt szolgálta, hogy legyen egy kis magja egy valamikori lakótelepi közösségnek. Most ennek a lakótelepi közösségnek, ha kialakulna, akkor az lenne a programja, hogy azok az emberek, akik érdeklődnek a lakótelep problémái iránt, összejöhessenek, beszélgethessenek róla, vitatkozhassanak, illetőleg találkozhassanak olyan emberekkel, akik segítik a tovább gondolkodást, tehát megfelelő szakemberek. A program az úgy alakul az első kettő, hogy az a kis csoport, aki a kezdeteket próbálja most indítani, az határozta meg, a lakótelepi magányról lenne ebben az első két előadásban szó, arról, hogy miért magányosak az emberek a lakótelepen. A későbbiekben viszont a csoport szabná meg azt, hogy miről szeretne hallani, azaz arról beszélnék mindig, amilyen irányban nyitottak maradnának a kérdések. Ez körülbelül ennyi. Elmondom azt is, hogy mi az első két program. Jó. Az indítás az november 19-én lenne, szerdai nap, ez jövő hét szerdán. Az emberi kapcsolatok javításának lehetőségei lakótelepen, senki mondom nem díjazt vissza, mert arról van szó, amit már az előbb elmondta. Ez dr. Simon Angyalka pszichológus tartaná. A második része pedig december 4-én lenne, a lakótelepi magányról tart dr. László János. Köszönöm szépen a beszélgetést. Tehát az érdeklődőket november 19-én várják az első foglalkozáson. Ki vagyok én, milyennek látnak mások? Mire vagyok képes? Mindenkit érdeklő kérdésekre választ kaphat Rácz Lajos pszichológus foglalkozásain a Nevelési Központ közösség lélektani műhelyének keretében. A pszichokarate csoportban a lelki önvédelmet lehet megtanulni, az egészséges, céltudatos önérvényesítést. De az önérvényesítési igény felkeltésén kívül másra is szeretnének vállalkozni a szakemberek, pszichológusok. Felgyorsult világban élünk. A tartós feszültség testi és lelki megbetegedéseket okozhat. Ezek megelőzését próbálja segíteni az autogén tréning tanfolyam. Aki kedvet kapott és kíváncsi a műhely további programjaira, az a 41-233-as telefonszámon Szörfi Katalinnál érdeklődhet. És most egy bennünket érdeklő téma, azaz a hölgyek nevében merek ilyen magabiztosan nyilatkozni. Lehetnék-e vonzónő? Erre választ kaphat a november 14-én 17 óra 30 perckor jelentkezik a Nevelési Központ Művelődési Házának színháztermében. A tanfolyam díja 3000 forint, és érdekes témakörökre számíthatunk. Testmozgás, jazzballett, szauna és szolárium, hogyan viseljük ruháinkat, szabásvarrás, kötés ismeretek, hajviselet, smink, kifestés, én és a környezetem, reklámfotókészítést, és még sok mást is megtanulhatnak a résztvevők. A tanfolyamot minimálisan 30 fő esetén indítják. Jelentkezni 16 éves kortól lehet. A kíváncsi és a tanfolyamon részt venni kívánok, tehát november 14-én 17 óra 30 perckor jöjjenek el a művelődési házba. Köszönöm szépen. A pályázatokból még mindig nem fogytunk ki. Íme még egy pályázat, mielőtt még a mese elkezdődne.
A pályázatot egyébként ajánlom gyerekek, felnőtteket, vagy mindenki figyelmébe. A közösségi televízió pályázatot hirdet iskolák, óvodák, bölcsődék, gyerekek, felnőttek részére Írjunk mesét címmel. A legjobb pályázati művek bemutatásra kerülnek a közösségi televízión az esti mesében. Az írások, forgatókönyvek időtartalma 3-8 perc lehet. Várjuk a meseírók jelentkezését, és hogy milyen címre, rögtön meglátják. Írjunk mesét, Kertvárosi Közösségi Televízió, 7601 Pécs, postafiók 197. És kérem szépen, hogy a borítékra írják rá nevüket, korukat, foglalkozásukat és a lakcímüket. Azok kedvéért, akiknél esetleg nem volt papírceruza kéznél, bár lehet, hogy van mindenkinél, hiszen annyi minden hírrel szolgáltunk, és egy-két dolgot írni is kellett. A mese végén még egyszer megismételjük a címet. És akkor most következik. Bocsánat, elfelejtettem. A beküldési határidő 1986. december 6-a. És most következzen a mese. Oh,
És akkor most jöjjön az ígért cím még egyszer, tehát írjunk mesét, Kertvárosi Közösségi Televízió, 7601 Pécs, postafiók 197, borítékra kérem szépen ráírni nevet, kort, foglalkozást és a lakcímet, és a beküldési határidő 1986. december 6-a. És akkor most váltsunk témát, térjünk komolyabb dolgokra. Mint már az a Kertvárosi Híradóban is elhangzott, 1986. október 30-án Pécsváros tanácsa ülést tartott. Igen sok napirendi pontja volt, melynek véleményem és véleményünk szerint két kiemelkedő napirendi pontjával itt a közösségi televízión is kell érdemes foglalkozni. Az egyik jelentés Pécsváros felnőtt lakosságának egészségi állapotáról, a másik pedig Pécsváros tömegközlekedésének forgalomfejlesztési és hálózatmódosítási terve. Ebből az alkalomból stúdióba vendégeket is hívtunk, akik még mielőtt ide beléptünk, megjegyezték, hogy ők állandóan együtt jönnek, hadd mutassam be őket, bár azt hiszem, hogy dr. Szilasi Annát nemigen kell bemutatni, ha csak nem új minőségében, mint az Egyesített Egészségügyi Intézmények igazgatóját, és Gyuris Gábort, a Pannon Volánt képviseletében személyforgalmi osztályvezetőt. Én azt javasolnám, hogy induljunk el a felnőtt lakosság egészségi állapotáról szóló jelentéssel, melynek előadója dr. Sohár Endre, az egészségügyi osztály megbízott vezetője. A lakosságának egészségi állapotáról szóló jelentésünk összeállítását tette lehetővé az a körülmény, hogy az 1975-ben végzett komplex lakosságszűrés kapcsán konkrét és megbízható adatokkal rendelkezünk, és mérni tudjuk a jelenlegi állapotot, illetve követni tudjuk a továbbiakban az egészségi állapot változásait. Az adatokat a Polák Milán Műszaki Főiskola Matematikai és Számítástechnikai Intézetének R40-es számítógépén tároljuk, azok az elemzések, a tervezések, az egészségi állapot követéséhez hozzáférhetők a szakemberek számára. A rendszer jelenleg csak a felnőtt lakosság egészségi állapotára vonatkozó paramétereket ismeri. Tudjuk jól, hogy a felnőtt lakosság egészségi állapota következménye a gyermeklakosság, lakosság, az újszülött és csecsemőkor egészségvédelmének, ezért folyamatosan beépítjük a jövőben az integrált egészségügyi információs rendszerünkbe a gyermeklakosság adatait is. Önök
ebből a rövid bejátszásból tulajdonképpen kiderült az, hogy a felnőtt lakosság hogyan is védhetné meg egészségét azzal, hogy már a gyerekeket is egészséges életmódra neveljük, az ifjúságot szisztematikusan, következetesen próbáljuk az egészséges életmódra nevelni, és akkor talán a felnőtt lakosság is egészséges lesz. Amire én itt most nagyon kíváncsi lennék, és amiért tulajdonképpen ide kértünk a stúdióba, az az, hogy ugye az Egészségügyi Világszervezet is indított egy programot, melynek címe az Egészséges Városok. Magyarország reprezentánsa ebben a programban Pécs. Hogyan került Pécs kiválasztásra? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert ennek a programnak a célja, hogy olyan társadalmi összefogással, a társadalom minden rétegének aktív részvételével megszervezett céltudatos tevékenység sort indítson el, amelyik oda vezet, hogy az az adott lakoscsoport elérjen minden olyan feltételt, ami szükséges ahhoz, hogy az egészségét megőrizze, vagy a betegségéből a lehető leghamarabb meggyógyuljon. Előzetes beszélgetésünkből tudom, hogy már két alkalommal üléseztetek, ugye? Két konferencia volt, és az utóbbin már konkrét programmal álltak elő. Mi ez a program? Igen, az első alkalommal került sor arra, hogy elfogadják a bemutatkozás alapján Pécsvárost világszervezeti szinten arra a szerepre, hogy Magyarországot képviselhesse. A második alkalom Göteborgban volt októberben, itt az elvégzendő munka stratégiája volt a fő téma. Arról beszélgettünk, és a már benne dolgozó városok képviselői arról adtak képet, hogy melyek azok a rétegek, csoportok, akikkel kiemelten kell foglalkozni, és kinek mi a szerepe tulajdonképpen ebben az egészséges városért mozgalomban. Ezt meg lehet fogalmazni konkrétan, hogy milyen szerepet szánnak? Hogyne. Az egészségügyi ellátásnak, az egészségügyi hálózatnak a szervezés, a koordinálás, a mindenki mozgósítására való törekvés a feladata. Ebben a mindenkiben nem csak az embereket, a lakosságot értjük, hanem a különböző vállalatokat, egyéb gazdálkodó szervezeteket, az igazgatást, mindent. Ami a tágabban vett környezeti ártalmak alakulásáért valami módon felelőssé tehető, vagy akiknek beleszólása van ezek alakítása. A sajtó, a tömegkommunikáció, mondjuk a közösségi televízió mennyire vonható be ebbe a programba? Mit lehet tőle várni? Egyik főszövetségesünk kell, hogy legyen ebben a mozgósításban, és az egyik legjobb tanítómester abban, hogy mit érdemes, mit kell szem előtt tartani az egészség érdekében, hogy az egészségért való tevés egy tudatos cselekvéssor legyen, amiben az vezérli a résztvevőket, itt most már közösségeket és egyéneket egyaránt értünk, hogy az egészség egy komoly érték, aminek a megőrzése vagy megszerzése legalább annyit ér, mint bármi más érték megszerzése vagy megőrzése. Köszönöm szépen. És hadd forduljak Gyuri és Gáborhoz. Ugye itt annyi újdonságot hallottunk ez a nap, az újdonságok napja. Így, ahogy most magát látom, lehet, hogy utoljára találkozunk a közösségi televízióban, mert hogy 87-től új egyenruhájuk lesz, ugye? Hát igen, ezt mondjuk leginkább a gépkocsi vezetőknél fogják tapasztalni a utasok. Egy új típusú egyenruha kerül szakmai szinten bevezetésre. A vállalatunknál természetesen megint csak anyagi lehetőségeink függvényében, de azért folyamatosan és fokozatosan életbe léphetjük ezt. Milyen lesz ez az új egyenruha? Sötétkék, nagyon dekoratív, és azt hiszem, hogy egy kicsit a munkavégzés körülményeihez jobban fog alkalmazkodni, mint a jelenlegi. Aztán, hogy maradjunk az újdonságoknál, január 1-től az autóbuszokon nem csak a Pannonvolán címere található meg, hanem van itt nekünk egy gyönyörű szép hálózatmódosítási tervképünk, amire későbbiekben még visszatérünk. Pécsváros címere is szerepel rajta. Igen, hát tulajdonképpen azért már jelenleg is egy-két autóbuszon ez a címer fel van ragasztva. Egy kicsit összefügg az elkövetkezendő időszak úgymond állati magatartásával.
az a szándékunk, hogy a személyi megjelenést és az autóbuszoknak az esztétikai megjelenését a város rangjához méltóan megoldjuk, és így jelenjünk meg az utazó közönség előtt. Akkor most javaslom, hogy hallgassunk meg egy részletet a tömegközlekedés, forgalomfejlesztési és hálózatmódosítási tervéből. Az előadó Füzi Árpád, a Pannonhalmi igazgatója. A város dinamikus fejlesztését a Pannonhalmon e terv alapján mind a hálózat, mind a forgalomfejlesztési terveiben igyekezett követni. A környezet jelentősen megváltozott, az infrastruktúrában sem a városnak, sem a vállalatnak a 6-5 éves tervben kitűzött célokat nem sikerült megvalósítani. Már az 1984-es tervek készítésekor látszott, hogy a terv néhány lényeges eleme nem teljesíthető. Így például dönteni kellett arra vonatkozóan, hogy a decentrumok hiánya az átlagolt közlekedés megvalósítása lehetetlen. Hát gondolok itt a szigeti városrészen beépítésre, a balokányi decentrum kialakításának elmaradására és a Szlivenáruház környékének a beépítésére. A troli üzemhez szükséges fejlesztési források hiánya miatt a meglévő hálózatot autóbuszos üzemben miképpen üzemeltessük. Döntés előkészítő terv elkészült, a döntést elodázni lehet, de lemondani a trolibuszról véglegesen nem. Hát csak egy példát említsek, jelenleg Hofkertváros lakosainak száma 60 ezer, az ezer fordulóra megközelíti a 100 ezeret, azt hiszem, hogy ennek a tömegnek a mozgatása véleményem szerint egy trolibusz üzemár nélkül szinte lehetetlen. Az üzemelő hálózatot nem kezeltük dolgoként. Úgynevezett követő jellegű hálózat és forgalomfejlesztést valósítottunk meg. A hálózaton a kiszolgálás hatékonyságát számítógépes forgalomtervezéssel javítottuk. A kibocsátott teljesítmények folyamatos növelése mellett bevezettük a gyorsárepidrendszert kertváros és belváros viszonylatba. A teljesítményeink egy részét csúcsidőn kívül átcsoportosítottuk a napi háromszori csúcsra. Egyes vonalakon a terepviszonyoktól függően az autóbusz befogadó képességét úgynevezett csuklósítással növeltük. Már 1984-ben láttuk az 1979-ben elfogadott terv megvalósításának problémáit, így a tanácsi vezetéssel együttesen úgy döntöttünk, hogy alapos előkészületek után a város 15 éves távlati fejlesztéséhez az élethez igazítjuk célkitűzéseinket, azok bevezetés ütemét. Természetesen meghagyva az UVA-terv 1979-ben elkészített tervének azokat az alapjait, ami tulajdonképpen a város tömegközlekedését hosszú távra meghatározta. Több lépcsős utasszámlálást hajtottunk végre autóbuszon munkahelyen, begyűjtöttük a társadalmi lakosságot képviselő szervek információit. A közlekedési szakemberek másfél év alatt elkészített több variációs munkáját szakmai fórumon vitattuk meg, és a legreálisabban terjesztjük elő. Új tervünket bemutattuk, ismertettük a tanácskozási fórumokon, a Dunántúli napló vasárjain, a Magyar Rádió pécsi stúdiójában és a Várospolitikai Bizottságban. Most a közösségi televízióban is itt a kiváló alkalom egy-két új terv ismertetésére. Valóban lesz trolibusz Kertvárosban? Hát azért ez az idő kérdésen. Azt hiszem, hogy ez a tanácsülés nagyon jó alkalom volt arra, hogy a közlekedésért, hogy úgymond felelős vállalat a troli üzemág beléptetésével való elképzeléseket plénum elé vigye. Természetszerűleg a terv elfogadásával a tanácsülés voksot tett a troli üzemág kialakítására. Most folynak azok a munkálatok, amelyek hát a pénzügyi fedezet biztosítását fogják jelenteni számomra. Hát akkor maradjunk a buszoknál először. Hát rövid távon igen. Rövid távon. Kérem szépen, hogy ezen a hálózatmódosítási terven mondja el nekem a 39-es autóbusznak az új vonaltervét. Mutasson meg. Hát azért van nagyon lényeges változás, nem lesz a 39-es járatban. Tulajdonképpen a belvárosi szakasznak a forgalomtechnikai viszonyai indokolták alapvetően a 39-es járat útvonal módosítását. Hozzáteszem azt, hogy ténylegesen lakossági
igényeket is szolgál ez a változtatás. Tehát mondhatnám úgy is, hogy forgalomtechnikai és tényleges forgalmi indokai vannak a változtatásnak. A járat továbbra is a 39-es végállomásáról a Kertvárosi Decentrumból indul. A város irányában haladva a felüljáróig változatlan az útvonalon, a felüljáró lehajtó ágán az Ipar utcán átközelíti meg a vasútállomást, majd a Szabadságúton éri el a Rákóczi utat, ott jobbra fordulva a Rózsa-Ferenc-Rákóczi út csomópontban halad vissza Kertváros irányában. Hát röviden ennyi a változtatás. Ezzel tulajdonképpen az is a szándékuk, hogy a nagyobb tömegtől megszabaduljanak, gondolom, mert elsősorban ők a főpályaudvar irányába szoktak utazni, és úgy tovább? Hát igen, szóval azért nem ennyire egyszerű ennek a kérdésnek az eldöntése. Tudjuk, hogy a lakosság volt azért érinti ez a változtatás. Annyit el kell mondani, hogy a konzumáromházhoz utazóknál egy körülbelül 2-3 perces eljutási időnövekmény fog előállni, de figyelembe kell vennünk azt, hogy a vasútállomáshoz így 6 perccel rövidebb idő alatt lehet eljutni, és a Zsolnai szobor megálló helyet is rövidebb idő alatt érik el az utasok. Hát ott környékén van egy intézményi hálózat, tehát végül is azt nem, hogy kompenzálja az a hátrány, amit a Konzumhoz igyekvőknél hát teremtünk, a másik oldalon a főpályaudvar irányába. Hát röviden ennyire. Én becsület szavamra nem akarom ide szögezni ehhez a táblához, de ha már itt tartunk, akkor maradjunk is itt egy picit. Ugye a kertvárosi híradóban is már szó esett arról, hogy a hetes ütem, ahova ma elég sokan beköltöztek, bizony nem megoldott a közlekedése. Miért is nem megoldott? Hát igen, sajnos általában a lakótelep építéseknek egy ilyen nagyon rossz oldala az, hogy az infrastruktúra kiépítése azért egy ütemmel mindig csúszik. Sajnos ezt tapasztaljuk a hetes szerkezeti egységnél is. Jelen pillanatban nem adottak a tömegközlekedés tárgyi feltételei. Tanács képviselőivel, úgy a közlekedési osztályon, mint a tervosztályon azért kint voltunk egy helyszíni bejáráson egy hónappal ezelőtt, és hát ideiglenes megoldást találunk, illetve hát a tanács pénzügyi forrásai biztosítják azt, hogy egy fordulóhelyet építsünk, a megállóhelyek megvilágításra kerüljenek, és ha ez adott lesz, akkor tulajdonképpen... Meg úgy is kell gondolom. Hát az már nagyjából megvan. Tulajdonképpen akkor a hetes szerkezeti egységet ezzel az új számozás szerinti 62-es vonallal fogjuk leközlekedni. Csücsüljünk vissza és beszéljünk egy kicsit erről az új számozásról. Nincs. Hát elég nagy zavar van azért a jelenlegi számozási rendszerünkben. Az alapvető problémát okozza, hogy a decentrumokból, a forgalmi indítóhelyekről hát ugye több vonal indul, és ezek a vonalak hát különböző számozásúak. Például Újmecsekaljáról indul a 10-es, a 20-as, a 32-es. Sajnos a számozási rendszer jelenleg hát nem biztosít semmiféle térbeli tájékozódási lehetőséget. Most ezen kívánunk változtatni. Hát egyfajta elrendszer, szempontrendszert állítottunk fel, és hát ennek megfelelően került kialakításra ez a számozási szisztéma. Mennyi idő alatt tanulhatják meg körülbelül az utasok az új számozási véleményem szerint elég gyorsan. Kapnak valami tájékoztatót a kezdőből? Igen, ez természetesen, de hát azért ennyire nem, de természetesen hát felhasználjuk a sajtó lehetőségeit, meg különböző szóróanyagokat fogunk a változtatást megelőzően az utazó közönség rendelkezésére bocsájtani. Alapvető változások azért nem lesznek, mert a 44 vonalunkból 50 fog megváltozni, még 25% fog megváltozni, mégpedig úgy, hogy azért törekedtünk arra, hogy az adott vonalaknál, amelyek változnak, hát az egyik számjegy legalább utaljon a jelenlegire. Az egyes buszra az utóbbi időben, mármint arra, hogy nem elég sűrűn indulnak a járatok, panaszkodtak. Főleg azt hiszem, hogy gyerekek most, hogy beindult a korcsolya idény, nem terveznek valami módosítást? Hát igen, a jégpályának a forgalma az zavaró az egyes vonal üzemeltetésében. Jelen pillanatban is 19 órakor beállítottunk egy plusz járatot, de úgy néz ki, hogy ennek az igénybevétele azért minimális, mert rossz időpontban közlekedtetjük.
A 7:45-kor induló járathoz még egy autóbuszt fogunk biztosítani, és így az a 7 órás zárás utáni csúcsidőszak jégpálya vonatkozásában azt hiszem, hogy csökkenni fog. Szóval esett a tanácsülésen arról, hogy a belvárosból idővel teljesen kitiltják az autóbuszt és az autóforgalmat is. Mikorra várható ez körülbelül? Hát nem tudom megmondani. A vállalat kinyilvánította azt a szándékát, hogy úgy a környezet, mint a városvédő hát elvek mellett voksol, és abban a pillanatban, ha itt egységes állásfoglalás lesz ez ügyben, akkor a tömegközlekedés élen jár. De természetszerűleg szeretnénk azt, hogy az egyéni forgalommal együtt szűnjön meg az a kaotikus állapot, ami ma a belvárosban van. És akkor azt hiszem zárhatjuk azzal az egészet, visszatérve a legelejére, hogyha a belvárosból kitiltják az autóforgalmat, az autóbuszforgalmat, ez már egy jó cselekedet a Pécs az egészséges városok jobban, ugye? Egyik jó cselekedet, még nagyon sokra van szükség. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, egy helyesbítést kell tennem. Az ANK mozaikban ugye láthattunk díszmadarakat, díszmacskákat. Müller Nándor betelefonált, hogy az a cica nem szijámi cica, hanem perzsa cica. Elnézést kérünk. És akkor most következzen a film. Jó szórakozást kívánok! Akarsz még egyet? Aranyat! Aranyat, ne te! Ne bántson! Honnét loptad? Nem loptam, kaptam! Kitől? Ő felségítő Másik Ágostól! Amikor kikocsikázott, akkor szólt elég. Máskor is így szokta, amikor nyer a kártyát. Most már elég, elmehetsz! Ezt hagyom! Én kaptam ő felségítő! Akarsz még egyet? Nem bírom tovább. Fogd meg is, ember. Hat mocskos lábú kölyök. Hat arany. Kaptad. Ő felségétől. Még hogy a mi szeretett uralkodónk hamis aranyagat osztogatna. Új ügyek, gróf úr? Ügy. Strang úr. Ügy. A királyi hamis pénz. Tehát már ezt is tudja.